A haladópárti aktivisták az eseményt megelőzően a községi önkormányzat magánbiztonsági szolgálatát távolították el a helyszínről a rendőrség szeme láttára, a rendőrség pedig nem reagált. Mirko Pusara, a község volt haladópárti elnöke hangsúlyozta, hogy sem ő, sem az emberei nem hagyják el az épületet. Bács község önkormányzatában nemrégiben új többség alakult, amelynek tagjai közül 13-an szombaton egy biztonsági szolgáltatást nyújtó magánvállalat segítségével bementek a községháza épületébe. Ezt követően pedig az épület biztosítását a rendőrség vette át. A demokraták vandalizmusnak nevezik azt, hogy a rendőrség előtt több mint 20 embert megfogtak és kényszerrel eltávolították őket, szó szerint kivitték őket az épületből. Az új többséget a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szerb Radikális Párt alkotja. A Regionális Fejlesztési és Önkormányzati Minisztérium szerint ezt a többséget legitim úton választották meg. Az illetékes titkár pedig erélyesen elítélte a mai erőszakos viselkedést.